csüngtek a mai napon több helyen, és az ovisok és bölcsisek az intézmények ablakaiban. Ugyanis útnak indult a Mikulás, aki pár napja érkezett meg repülővel a város meghívására. A mai napon pedig már útnak is indult Manóival, hogy meglepje a gyerekeket. A Mikulás a kecskeméti bölcsödékbe és óvodákba látogat el, azonban a vírus helyzet miatt az épületekbe nem megy be. Az öreg nagy szakálú ma a Csengettyűs bölcsödébe, a Korvina óvoda Kandó Kálmán utcai óvodájába, és a Korvina óvoda Mikszáth Kálmán körúti óvodájába is elment. A hírek szerint a szaloncukor mellé virgácsot nem hozott magával. A két Manó társaságában december 2-án, 3-án és 6-án, 7-én, 8-án rója a város utcáit, hogy találkozzon a kicsikkel és megajándékozza őket. A Szarvas téren is lehet vele találkozni, ahová előre láthatólag 6-án, 10 órakor érkezik.